Üdvözlöm nézőinket! Ma is friss híreket hoztunk, lássuk is röviden, hogy miről lesz szó. Több utcában is az útburkolat elkészítéséhez ért a modernizálási munkálat Gyergyószentmiklóson. December 11-re módosították a kivitelezési határidőt, addig el kell készüljön a csíkszeredai buszpályaudvar. Több ezer gyerekhez jutottak el a Halvirág Bábszínház előadásai, a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központtal való együttműködés által. Több utcában is az útburkolat elkészítéséhez ért a modernizálási munkálat Gyergyószentmiklóson. A mobilitási terv részeként zajló útépítések addig tartanak, amíg engedi az időjárás. A több hete felásott Mártonáron utcában is a helyreállításhoz érkezett az útépítés folyamata. Az alapozás után a kockakő burkolatot építik a munkások. A munkálat idejére teljes útzár van érvényben, hogy a minőség is megfelelő legyen. A prioritás az, hogy amennyiben tudjuk, december 6-ára teljes egészében az úttest elkészüljön, tehát az úttesti kockakövezés a Mártonáron utcában. Igen, de azt is szeretném mondani, és szeretném a lakókat felkérni, főleg azokat is, akik itt laknak a Mártonár utcába, hogy amennyiben lehet, akkor erre az időszakra, ahol konkrétan elértek a kockakő burkolattal, hogy ne álljanak rá, amíg nem lesz teljes az útburkolat, mert a szintkülönbségek akkor befolyásolják majd, és kiködrösödik most első ízben az úttest, és ez nem lesz jó minőségű. A testvériség Sugárút Virág negyedi szakaszán is elkezdődött az útburkolat elkészítése. Az alapozó aszfaltréteget teríti el a kivitelező a körforgalomtól felfele szakaszosan. Látható, hogy most már a Virágnegyednek az alsó része, tehát több mint a fele, az már elkészült, úgyhogy elő van készítve az aszfaltozásra, és abban a pillanatban az időjárás egy kicsit, ha melegedik, akkor még a héten megtörténik az aszfaltozás, úgyhogy itt ebben a részben akkor, amit látható, a lakók nem kell a következő időszakban sárba járjanak. Ugyanígy a felső részében is, tehát itt a volt Maros Hotel, illetve a Hüledési Központ környékén is javában zajlik a munka. Valószínűleg azt is elő tudják egy olyan szintre készíteni, hogyha nem is kapja meg az utolsó aszfalt réteget, vagy a kopó réteget, de nem lesz sár egészen fel a körforgalomig. Úgyhogy még az hátralevő időszakban, hogyha az időjárás kitart, akkor két ütemben a kivitelező cég meg fogja oldani úgy, hogy az év végét a Virágnegyedi testvériség Sugárút részen is mondjam azt, hogy teljes mértékben egy aszfaltozott utcaként lehet majd használni. Az illetékesek kérik a lakosságot, ne hajtsanak a frissen aszfaltozott részekre járműveikkel, egyrészt a munkafolyamat elősegítéséért, másrészt a minőség biztosításáért, illetve ne is parkoljanak azokon a szakaszokon, ahol éppen munkálat zajlik. Medvét kaptak Lencse végre Gyergyószárhegyen az éjszaka folyamán. A közösségi hálóra feltöltött videón jól látszik, ahogy a Nemesek utcán végig szaladva egészen a központig merészkedett a vadállat. A hatóságokat senki sem értesítette, így közbeavatkozás sem történt. Az önkormányzat figyelmezteti is a lakosságot erre. Hasonló esetben, ha lakott területen medvét észlelnek, hívják a 112-t, hogy a csendőrök riasszák el a vadat, és nyoma is maradjon a nem várt látogatásnak. A medve eltávolítására ugyanis csak azután kerülhet sor, ha bizonyítható, hogy legalább 3 alkalommal bejárt a településre, addig viszont komoly veszélyt jelent a lakosságra. A kivitelezés hajrájában az elvárt sebességbe kapcsolt a csíkszeredai buszpályaudvar felújítására szerződött cég. Így valós esély van arra, hogy kedvező időjárás esetén a mostani munkatempót tartva idén befejeződjön az uniós finanszírozásból megvalósuló projekt. Mint már többször is beszámoltunk róla, teljesen átépül a csíkszeredai autóbuszpályaudvar. Az átépítési, modernizálási munkálatok már tavaly elkezdődtek. A kivitelezés azonban főként ezen a nyáron nagyon nehézkesen ment. Azt mondhatnánk így november 2. felében 2023-ban, hogy végre
az elvárt ütemben haladnak a munkálatok, bár csak így haladtak volna első perctől, hiszen akkor már szeptemberben befejeztük volna a munkálatokat. De mivel a kivitelező az elmúlt periódusban tanúsította, hogyha akar, akkor dolgozni is tud, a hétfői nap rendkívüli önkormányzati ülésen az önkormányzat meghosszabbította a kivitelezési periódust, hiszen korábban november 24-éig volt ez érvényes. December 11-ig adtunk még határidőt a kivitelezőnek annak érdekében, hogy be tudja fejezni a munkálatokat. Amennyiben az időjárás velünk van, és a kivitelező is tartja itt a munkálat végi komolyságát, akkor talán még az idén be is tudja fejezni. Amennyiben a decemberi határidőig le is zárul a munkálat, a létesítmény még nem lesz használatba adva. Gyakorlatilag ahhoz, hogy ezt át lehessen venni, ahhoz az épületnek működőképesnek kell lennie, valamint a buszpályaudvar külső teljes burkolati és szerkezeti elemei helyére kell kerüljenek. Ez egy fontos munkafolyamat. Az, hogy most ebben az évben elindul, nem indul el a buszpályaudvar, nekünk a lényeg az, hogy tudjuk elszámolni, tudjuk lezárni a beruházást, és akkor utána majd a működtetését is be lehet indítani. Én azt látom, hogy ha jól haladnak, akkor ebben az évben most már, ami külső burkolási probléma lezárul, akkor az épület átadható. De hát várjuk meg a végét. Azért beszélünk kicsit pesszimistán, mert a tapasztalatunk a júliustól el október közepéig az elég lehangoló volt. Sokat egyeztettünk a kivitelezővel, azt láttuk, hogy soha nem rendelt ki elég munkakapacitás. Most meg a végén azt látjuk, hogy megértette, hogy ez mindenkinek az érdeke, hogy ebben az évben a projekt lezárodja. Az átépítés és modernizálás még egy sor további munkálatot magába foglal. Ugyanakkor időközben kiegészítő beavatkozásokra is szükség volt, mely 2 millió lejes költségvetés növelést vont maga után. Erről a legutóbbi tanácsülésen szavazott a testület. Ha említsek ebből, hogy mi is ez a 2 millió lej, akkor azt mondanám, hogy 2018-ban, mikor elindult a nagy mobilitási projektnek a tervezése, akkor még úgy ítéltük meg, ha így lehet mondani, hogy nincs szükség a fűtésrendszer cseréjére. Nos, azóta eltelt sajnos 6 év, mindjárt 6 év, és hát olyan állapotba került a fűtésrendszer, hogy teljes cserére van szükség. Ezeknek a költségei egy 350 ezerre rúgnak fel, illetve megnézve így a kivitelezés során, hiszen mindig azt mondjuk, hogy a puding próbálja az evés, lehet a legszebb és legtökéletesebb terv is, de a kivitelezés során akadnak mindig problémák, így akkor kimondottan a városi buszjárat rész, ahol van, itt megnagyobbítottuk úgymond a lebetonozott felületet annak érdekében, hogy biztonságosabban tudjanak ki és betérülni az újonnan működő, majd gázzal, sűrített gázzal működő autóbuszaink, illetve az épület, a mögöttem lévő épületnek a úgymond a feljavítása során akadtak kisebb-nagyobb problémák, ahol a tetőt pluszba kellett megerősíteni, illetve szigetelni, és ezek generáltak további pluszköltségeket. A felújítást Európai Uniós támogatásból finanszírozzák a fenntartható mobilitási terv részeként. Ez a projekt a mobilitási csíkszeredai nagy uniós programnak a része. Több mint 48 millió lejbe kerül a költsége, és hát ennek a felét az Európai Unió állja. A buszmegálló teljesen átépül, az állomás ténylegesen pályaudvarrá alakul. Készül épp az útfelület betonburkolata, alakul a váróterem. Az emeleti iroda és mellékeiségekben is dolgoznak jelenleg. Helyükre kerültek a digitális kijelzők, működik a létesítmény és a tér megvilágítása. Folyamatban van a buszpályaudvar bekertelése, és hátra van még a zöld felületek kialakítása. A nemzetközi buszjáratok járművei számára külön helyet biztosítanak, és lesz egy tranzitzóna is, ahová a városon csak áthaladó távolsági buszok állhatnak be. Ugyanakkor külön megálló helyei lesznek a csíkszeredai járatoknak, azok között majd a sűrített gáz meghajtású buszoknak is. A 3 oldalú érdekegyeztető tanács a december elejé ülésén tárgyal majd a jövő évi országos minimálbér összegéről. Jelentette ki a sajtónak a szakszervezetek, a munkáltatók és a kormány képviselői tömörítő testület ülése után Bogdán Hosszú.
Az Alfa Kartel szakszervezeti szövetség elnöke azt mondta, hogy a minimálbér összegéről a mostani tanácskozáson nem esett szó, csak arról volt vita, hogy mikor kellene 2024-ben újra növelni. Az ülésen a munkáltatók július 1-jét vagy október 1-jét javasolták, a szakszervezetek pedig január 1-jét, arra hivatkozva, hogy az életszínvonal folyamatosan romlik. Újra napirendre kerül Románia és Bulgária schengeni csatlakozásának ügye a Bel- és Igazságügyi Tanács decemberi ülésén. A múlt heti osztrák nyilatkozatok tükrében azonban nem sok jóra számíthatunk ezúttal sem. Románia és Bulgária schengeni csatlakozása szerepel a Bel- és Igazságügyi Tanács december 4-ére és 5-ére tervezett ülésének ideiglenes napirendjén az EU tanácsának honlapja szerint. Ezerint az ülés második napján megvitatják a schengeni térség általános helyzetét, és sor kerülhet a Románia és Bulgária csatlakozásáról szóló szavazásra. Adi András külpolitikai elemző az esélyek kapcsán Alexander Schallenberg, osztrák külügyminiszter múlt heti nyilatkozatát említi, miszerint ezúttal sem valószínű Románia és Bulgária befogadása, bár szerinte nem kimondottan a két országgal van gondjuk. A háttér kapcsán elmondta, az Európában uralkodó bevándorlás ellenességhez mérten is meglehetősen erős az osztrák bevándorlás ellenesség. Úgy vélik, kívülről szemlélve az EU bevándorlás ellenes politikája gyenge, és szerintük azért nem lenne követendő példa Schengen övezeti taggá tenni Romániát, mert valójában ezzel tovább gyengítenék a bevándorlókkal szembeni európai védelmet. Egybehangzó bukaresti vélemények mondva csinált oknak tartják azt, amit az osztrákok felhoznak Románia, illetve Bulgária csatlakozása ellen. Van egy ilyen enyhe magyarázat, vagy magyarázkodási osztrák rész, hogy hát nem Romániával van baj, nem Románia kormányával van baj, vagy nem azzal a próbálkozással van probléma, amellyel Románia megpróbál bejutni a Schengen övezetbe, és megpróbálja ezt megokolni, motiválni rendesen. Milyen teljesítményekkel rendelkezett, mennyire nem jelent tulajdonképpen sem biztonságpolitikai, sem gazdasági kockázatot ilyen szempontból, de úgy nézem, hogy ettől ezúttal is december elején is el fognak tekinteni. Ha decemberben sem születik pozitív döntés, a jövő évi európai parlamenti választások miatt valószínűleg 2024-ben nem kerül napirendre Románia és Bulgária schengeni csatlakozása. Nem várható el egy megújuló részben új testülettől, hogy ilyen kardinális kérdésekben döntsenek, hangsúlyozta Adi András. Közeledik november utolsó szombatja, ami azt jelenti, hogy a novemberi portéka a helyi termelők vására is. Emlékeztetnek a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal munkatársai az intézmény Facebook oldalán. A vásártér kialakítása pénteken kezdődik, így a polgármesteri hivatal előtti útszakaszt lezárják a gépjármű forgalom elől. A vásár szombaton reggel 9-kor nyit és 14 óráig várja az érdeklődőket. Elfogadta hétfőn este döntő fórumként a képviselőház plénuma az új nyugdíjtörvény tervezetét. A jogszabály korrekt, kiszámítható és fenntartható, így fogalmazott a szavazást követően Márcsel Csolákó miniszterelnök, aki szerint erre lesz fedezet. Az RMDS is igennel voksolt, a szövetség honlatjai szerint azonban a törvény messze nem tökéletes. Miután a szenátusban a múlt héten elfogadták, megszavazta a képviselőház is az új nyugdíjtörvényt. A jogszabályt 199 képviselő támogatta, 39-en ellene voksoltak, 17-en pedig tartózkodtak a szavazáskor. Ennek értelmében 2024. január 1-től 13,8%-kal, azaz a jelenlegi 1785 lejről 2032 lejre nő a nyugdíjpont értéke, 2024. szeptember 1-től pedig ismét nőni fognak a nyugdíjak az új képlet szerinti újraszámolás alapján. A nyugdíjjogosultságot legalább 15 év járulékfizetés után lehet megszerezni. A nők nyugdíjkorhatára 2035-ig fokozatosan eléri a férfiakét és 65 év lesz. A nyugdíjtörvény korrekt, kiszámítható és fenntartható, mondta a miniszterelnök, majd arra az újságírói kérdésre, hogy lesz-e anyagi fedezet a törvény gyakorlatba ültetésére, Csolákó azt válaszolta. Van fedezet. Jelenleg 4 millió 800 ezer romániai nyugdíjas 80%-a 3000 lejnél, 60%-a 2000 lejnél kisebb nyugdíjat kap, ezen változtatni kellett. A román államnak biztosítania kell ezt a forrást. Teljes meggyőződésem, hogy a költségvetési törvény kidolgozásakor elő fogjuk tudni teremteni a teljes összeget. Erkölcsi kötelességünk a nyugdíjak támogatása, ezért is szavaztuk meg a tervezetet, mondta az ülés után Csép Éva Andrea. Az RMDSZ-es parlamenti képviselő azonban kifogásolta, hogy gyorsított, sürgősségi eljárásban a kormány nyomására kellett szavazni a jogszabályról.
Az előnye, hogy felszámolja a társadalmi egyenlőtlenségeket, vélte. Pluszban díjazza a rendszerben eltöltött, a ledolgozott éveket, ami azt jelenti, hogy minél tovább motiválja a munkavállalókat, hogy aktívak maradjanak a munkaerőpiacon. Az aktivitás azt jelenti, hogy ha legkevesebb 25 évet ledolgoz, utána következő időszakokra már kapnak egy plusz bonifikációt, egy plusz juttatást, egy kiegészítő juttatást a nyugdíjpontnak a megállapítása értelmében. Ezek mind olyan módosítások, amelyeket már régóta várnak a nyugdíjasok, hiszen nem mindegy az, hogy 25 év után ugyanazzal a nyugdíjjal mész el, ha már 41 éves régiséged van, vagy pedig közel egy pontot kiegészítő juttatást fogsz kapni, amikor megítélik neked a nyugdíjadat, kiszámolják a nyugdíjat. Az RMDS javasolta, hogy a nyugdíjak újraszámolásáig a kis nyugdíjasok havonta 250 lejes plusz juttatást kapjanak, valamint a 13. havi nyugdíj bevezetését is azok számára, akiknek az országos átlag nyugdíj alatt van a havi bevételük. Ezeket azonban a plénum visszautasította. Az országos nyugdíjpénztár elnöke egy hete azt nyilatkozta, hogy 2024-ben 25 milliárd lej lesz az új nyugdíjtörvény költségvetési vonzata. Gazdasági szakértők szerint az összeg ennél lényegesen magasabb. A legtöbben, beleértve a Nemzeti Bank szakértőit is úgy vélik, a plusz kiadásokra nem lesz fedezet, és ez súlyos gazdasági következményekkel járhat. A kormány több tagja is azt hangoztatta az elmúlt időszakban, hogy az adóbegyűjtésből és az adócsalás visszaszorítása révén teremtik majd elő a szükséges összegeket a megemelt nyugdíjak folyósítására. Eredményes együttműködésről számoltak be a Halvirág Bábszínház és a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ illetékesei. A közös munka eredményeként több ezer gyerekhez jutott el a Csihán Király Úrfi és a Laci Ürge produkció. 32 előadásos turnét zárt le pénteken a Halvirág Bábszínház az Etnikum közi kapcsolatok hivatalának köszönhetően. A Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központtal koprodukcióban színpadra vitt Laci Ürgét 22 alkalommal játszották. A Gyergyószent Miklóson az összes intézményhez, tanügyi intézményhez azt hiszem sikerült, ha nem, akkor pótoljuk, de mindenhol kimentünk, hozzuk, és ott játszottuk nálunk, díszterem, tornaterem, meg az óvodai csoportokba is bementünk, tehát az óvodákba, oda helyszínre vittük az előadást. Érdekes volt az, hogy egy nem színházi térben, egy színházi térre kitalált díszlet, hogy tud működni, hogy a fények nem ugyanazok, mert hogy felteszed a fényt, de minden ablakot van, az lehet, hogy nekünk is kicsit furcsa volt. Novemberben a Csihán Királyfi Úrfit vitték el 10 Kovászna megyei településre. Összesen mintegy 2600 gyerekhez jutottak el a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központtal való együttműködésnek köszönhetően. Ebbe az együttműködésbe nem véletlenszerűen és nem csak úgy statisztaként kerül be a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ. Ezt szeretném kihangsúlyozni, hiszen amint szó esett a Csihán Király Úrfi báb előadás, az kimondottan a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központnak a produkciója, tehát teljes költségeit a mi intézményünk pályázati pénzből, saját pénzből, szubvencióból teremtettük elő. A Laci Ürgét azt közösen hoztuk létre. El kell mondjuk azt is, és ezt még egyszer kihangsúlyoznám, hogy lassan most már 4 éve elmúlt, hogy jó együttműködés van, és mind a két fél számára ez az együttműködés nagyon-nagyon pozitív hozadékokkal van, hiszen mondjam azt, a Halvirág Bábszínháznak vannak bábosai, de adott esetben nincsen egy olyan technikai háttér, vagy technikai személyzet, aki segítse az előadásoknak a turnéztatását, hogy bemutatni azt az előadást, ugye el kell vinni, tehát szállítani kell, fel kell szerelni, le kell szerelni, hangosítás kell, fény kell, személyzet kell. Korábban Magyarországon is vendégszerepelt a bábos társulat. Tavasszal visszavárják őket az anyaországba. Thank you.
most pedig nézzük még egyszer röviden a fontosabb témákat. Több utcában is az útburkolat elkészítéséhez ért a modernizálási munkálat Gyergyószent Miklóson. December 11-re módosították a kivitelezési határidőt, addig el kell készüljön a csíkszeredai buszpályaudvar. Több ezer gyerekhez jutottak el a Halvirág Bábszínház előadásai, a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központtal való együttműködés által. Ezek voltak szerdai híreink, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! Műsorunk támogatója a Diego Áruház.